Na sziasztok, Rezsnyák Péter, kivitelező építész, a szaki ellenőr vagyok, és az aztán abszolút nem kenyerem a villanyszerelés és az ampervadászat, úgyhogy majd a jobban hozzáértő kollégák, ha kiegészítik, akkor azt megköszönöm, de érdekességképpen megmutatom, hogy hogyan nézett ki régen egy ilyen tetőtartó, amire az elektromos beállást csinálták. Ez volt az a vas oszlop, amit lebűvöltünk a tetőről, sikerült levágni, kiszedtük onnan, és hát utána aztán ide ezt kifektettük, és itt erről már sajnos letörött ez a kis porcelán elem, de ez itt volt rajta. A másik felén is volt egy ilyen, gyakorlatilag itt is volt egy porcelán, ott is. És gyakorlatilag, amikor bekötötték ide az elektromos áramot ebbe a házba, mondjuk azt, hogy a 60-as éveknek a derekán, ami azt jelenti, hogy már elég régen, akkor ez úgy ment, hogy egy ilyen fém oszlopot felállítottak a tetőnek a megfelelő pontjára, az áramot, az elektromos áramot pedig az utcai légvezetékről húzták ide, még hozzá olyan módon, hogy egy csupasz, mondjuk azt, hogy villanydrótot, légvezetéket, édesapám itt besegít, ide húzták erre a porcelánra. Ez gyakorlatilag egy porcelán szigetelő, hát még a... Aha, attól ragadta helyére, hogy gipszbe ültették? Aha. És tulajdonképpen ez a porcelán, ez szigetelt, még a magyar ipar fénykorában ilyeneket is készítettek, egy gyönyörű, szép formájú, dizájnolt valami, de hát gyakorlatilag amikor elkezdték az elektromos áramot vezetni, akkor már ezt ilyenekkel csinálták. Szóval a lényeg az, hogy ide gipszbe felültették, ezt nem is tudtam, és utána ide jött rá a csupasz vezeték. És utána ezt szépen innen már egy szigetelt vezeték ment lefel a csőbe, igen. Ugye? Igen. Igen. Ezek. Mondjuk egy ilyen hasonló, de ez már egy felújítás, hiszen most, amikor ezt a tetőtartót mi leszettük, akkor előtte egy olyan megoldás volt, hogy ide kifeszítettek egy, ez egy alumínium drót? Igen. Ez egy sodrott alumínium drót, egy ilyen lemez betéttel, hogy ne kopjon szét, és ezt ide fölerősítették. Mit mondtam? Nem vezetéket mondtam? Jó, vezeték. Oké, okay. Nekem ez drót. Szóval a lényeg az, hogy ezt ide felerősítették, és utána behozták a fekete fázist. Ugye ez színhelyesen az van. Egy darabba ment az oszlopról. Igen, egészen a kis megszakítóig. Igen, tehát az oszlopról ez a vezetékhez lement a kis megszakítóig. Ugye itt ezt lehetett fainul megcsapolni a tetőn, és akkor itt lehetett lopni az áramot. Hát volt olyan, aki ezt megcsinálta. Nekünk is volt olyan építkezés, ahol az óra leszerelése után is rázott minden. Nyilván azért, mert lopták az áramot. Valahol azon a szakaszon, ahol ugye nem lehetett annyira látni, de visszatérve itt a fázisvezetőt lehozták, bevitték ezen a fém csövön keresztül. Érdekes, hogy itt ennek nem volt semmilyen védelme, egy az egybe ez az egyszeres szigetelésű vezetékhez lement egyébként. Sapka volt itt rajta. Hát egy műanyag sapka, igen, azt gondolom az újabb időkben oda került. És azért mondom el ezt, mert most jön az érdekesség, ami miatt ez a videó készült, gyakorlatilag a nullát, ugye a konnektornak a másik lukját, tudjátok, mint a malacka be van falazva, két orlika van, az egyiken jön a fázis, vagy egyiken, vagy másikon, de a másikon pedig ott van a kék, a nulla, és igazából amikor a készüléket bedugod a konnektorba, a dugaszoló hajzatba, a dugvillát, ugye, hogy precízek legyünk, akkor zárod az áramkört, és a gépet bekapcsolod, akkor folyik az áram. Na most az áram az jön a fázison, távozik itt a nullán, tehát ez a kötés is terhelve van, ugyanis a kívülről behozott tartó vezetékre egyetlen ilyen kis csavarintással tették rá a nullát. Ez azt jelenti, hogy a házba... Igen. Az összes terhelés ezen az egyetlen egy-kettő-három csavarintáson jött. Na most manapság ez olyan kókányolás, hogy tényleg a lábbal felfele akasztják fel az embert, de azt tudni kell, hogy amikor ezt létesítették, mondjuk valamikor a 70-es években, nem gondolnám, hogy a 80-as évek után már ilyet csináltak volna,
de mondjuk a szakiknek a véleményét várom, hogy ilyen áramszolgáltatói bekötést mikor lehetett utoljára csinálni, szóval ez egy érdekes feladvány lesz. Szóval gyakorlatilag ezen a kis vacakon terhelődött, tehát minden bekapcsolták, a Hajdú keverő tárcsás mosógépet és a centrifugát is elindították, de az se egyszerre, mert vagy mostak, vagy centrifugáztak. Ugye akkoriban Teslát még nem nagyon kellett tölteni, nem tudom, milyen elektromos a gépek voltak. Hát ja, terményt, hogy te daráltak. Meg esetleg volt egy kávédaráló, volt egy 400 wattos hajszárító, szóval ezek azért nem nagyon tudták meghúzni ezt a vezetéket, de manapság jóformán egyetlen egy berendezést bekapcsolsz, az már le tud egy ilyet olvasztani. Úgyhogy nyilván a régi szakiknak ezért van a kezébe ez a sodrás, és egy régi házat egyszerűen ezért kell felújítani, mert hogyha a Szokol rádiónál komolyabb hangtechnikád van, akkor az bizony már ezt le fogja olvasztani. Hát ennyit a régi idők villanyszereléséről, és hogyha öreg szakik egy kicsit bekommentelik, hogy ők hogy csinálták régen, vagy mit gondolnak erről, amit én itt összehablatyoltam, akkor azt megköszönöm. Hát igazából nekem ez a kis porcelán tetszett nagyon, ami sajnos össze van törve, de ilyen kis aranyos Michelin baba-szerű ez a valami. Szóval jól néz ki. Na, hát ezt akartam nektek megmutatni. Építkezzetek jól, időbe kezdjétek el az áramszolgáltatót ügyintézni, mert akár egy évbe is tart, mire végre oda juttok, hogy lesz megfelelő áram teljesítményetek, és aztán nem fogtok tudni beköltözni, vagy nem fogtok tudni beüzemelődni rendesen a lakásba. És hát Isten áld meg a tisztes ipart, sziasztok!